Letartóztatták, vádat emeltek ellene, és már is bíróság elé állt Donald Trump. A volt amerikai elnök ártatlannak vallotta magát a 34 vádpontban, amelyek mindegyike üzleti adatok meghamisítását tartalmazza. Trump azt mondta, soha nem gondolta volna, hogy ilyen megtörténhet az Egyesült Államokban. Kijelentette, egy Soros György által támogatott demokrata párti ügyész emelt ellene vádat, aki már évekkel ezelőtt azzal kampányolt, hogy bíróság elé állítja őt. A volt elnök azt is mondta, idézem, Joe Biden pokolra juttatja Amerikát. Az Egyesült Államok lobogóját és Trump nevével ellátott zászlókat lengettek az út mentén a volt amerikai elnök hívei Floridában, ahová Donald Trump New Yorkból érkezett. A republikánus politikust rengetegen várták, integettek neki és üdvözölték. Donald Trump a Mar-a-Lago-i birtokán nagy gyűlést tartott, ahol azt mondta, ez volt az első eset az Egyesült Államok történetében, hogy egy volt elnöknek bíróság elé kellett állnia. Nem hittem volna, hogy valaha ilyen megtörténhet Amerikában. Az egyetlen bűn, amit elkövettem, hogy minden erőmmel védtem a nemzetünket azoktól, akik el akarják pusztítani. A demokraták kezdettől fogva kémkedtek a kampányom után, fondorlatos vizsgálatokkal támadtak, mondta Donald Trump. A volt amerikai elnök kedden a New York-i bíróságon ártatlannak vallotta magát, mint a 34 ellene felhozott vádpontban. Kampányfinanszírozási szabályok megsértésével vádolják egy 2016-os ügy miatt, amikor ügyvédje állítólag 130 ezer dollárt fizetett egy felnőtt filmes színésznőnek, hogy hallgasson az elnök jelölttel folytatott kapcsolatáról. Trump és hívei szerint ugyanakkor politikai indítatású boszorkányüldözés indult ellene. Az ellene vádat emelő Elvin Bragg manhattani ügyészről azt mondta, egy szélső baloldali ügyész, aki mögött Soros György áll. Mint fogalmazott, ennek az ügyésznek egyetlen célja van, őt elkapni és börtönbe zárni. Itt tartunk most. Van egy Trump gyűlölő ügyészünk, akinek van egy Trump gyűlölő felesége, és egy lánya, aki Kamala Harrisnek dolgozott, és pénzt kap a Biden-Harris kampányból, mondta Donald Trump. Elvin Bragg a demokrata párt támogatásával került az ügyészi székbe 2021-ben. A Magyar Nemzet azt írta, kampányát Soros György fia, Jonathan Soros, és annak felesége, Jennifer Ellen Soros is támogatta. Soros György az évek alatt tetemes pénzmennyiséget használt fel arra, hogy az általa kijelölt és hozzá hűséges ügyészei nyerjenek a választásokon, így az amerikai igazságszolgáltatás jelentős része felett az oligarha rendelkezhet. Erről is a Magyar Nemzet írt az egyik amerikai törvény- és rendpárti rendőrségi szakszervezet, a Law Enforcement Legal Defense Fund jelentése alapján. Ebben az szerepel, hogy a spekuláns 75 amerikai ügyész kampányára több mint 40 millió dollárt költött eddig. Donald Trump a hívei előtt azt mondta, az ország ugyan mély repülésbe kezdett, de az Egyesült Államokat ismét naggyá lehetne tenni. Mély repülésben van az ország, és a radikális baloldali elmebetegek bele akarnak erőszakkal avatkozni a választásokba. Ezt nem engedhetjük meg. Az Egyesült Államokat akkor is naggyá tesszük, ha most éppen nagyon fekete felhők gyülekeznek felette, mondta volt elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, Joe Biden pokolra juttatja Amerikát.